Milyen hossz napom volt. Úristen, mi tartott ideig, vagy már százszor hívtalak? Mindjárt, Sasha, kávét. Szóval, olyan hosszú volt. Nagyon, nem is inkább majd máskor, vagy a kávém után borzalmasan hosszú volt. Köszönöm. Figyelj, ez egy nagyon hosszú történet. Úgy történt, hogy először is meghallottam a hangos bemondóban. Kedves utasaink, amely nap fejemembe leszett miatt, az összes buszjára töltörölték. Sajnos, villamosan és metróval sem tudnak közlekedni. Köszönjük egyetértésüket! Ezért gondoltam, hogy ellopok egy biciklit. Te ellopsz egy biciklit? Miért nem béreltél? Mert nem volt pénzem. Hagyjuk, oké? Utána a biciklipás közben néhány csukjás ember elragadott. Nem fogták a célszemeit, mindjárt érkeznek. De siessetek, nem érek rá. Gyerünk, gyerünk! Jó, mondom neki, hogy siessetek. És elvittek egy sötét helyre, amiből semmit se láttam, mert zacskót húztak a fejemre. Hol vagyok? A csukjás főnök azt mondta nekem. El akarsz én nem menni? Tudsz, hogy ennek feltételei vannak. Tudom, és teljesítem, ígérem. Ebbe biztos vagy? Százszerűen. Ahogy gondolod, a feltételeket később fogod megtudni. És ne hidd azt, hogy egyedül távozhat célem. Sasha, kövess mindenhova. Értetted? Mindenhova. Oké. Rendben. Elmehettek. Ezután a vonatban teljesítem majd a vérdíjat, és kimentem, és hát itt vagyok. És ki ez az ember? És mi volt a váltság? Váltsági az, hogy igen, erre vagyunk. Sasha, nem nevet. Jó kis kérdés, azonban a válaszra még várnod kell.